Start. Start elindultam, nap második futam. Ez az idei kincsenparkúp a 8. állomása, 2500 méteren összesen 11-en álltak starthoz, és remekül kezd természetesen Apollo Creed, aki elmegy vezetni, és hát próbálja azért őrizni a vezetőjét, tehát próbál olyan tempót menni, amit esetleg bír majd a végéig, úgyhogy nem szalad világá, fogva hozza majd a mezőnyt az első kanyarra, ennél fogva azért nagyon közel feltolódik mögötte. Tulajdonképpen az egész társaság, a falon ott van Underworld, igen, csak közepessé váltott a tempó, Urikem tűnik fel ott a vezetőlovak mellett, és egyelőre azért talán a hosszú táv miatt senki nem próbálkozik azzal, hogy egy kicsit javítson a pozícióján. Ott a negyedik, ötödik hely környékén látom Zalai srácot, Zalai srác mellett Zsófesz az, aki egy egészen jó pozíciót tudott magának teremteni. Egyelőre, ami a favoritokat illeti, hát ügyeska a sor végén, és Velencer is egyelőre azért egy kicsit inkább a hátsóbb régiók tagja, hátulról ott a harmadik, negyedik Winner Boy-jal egyetemben. Vitya is meglehetősen messze, hát ő is nagyon-nagyon kell vele birkózni, hogy ott tudja tartani a hajtója a falon a sor végén. Sok van még hátra, nagyon sok van még hátra, jó 1600 méter a futamból, azért nincs változás. Apollo Creed előnye nagyjából egy hosszas az üldözőkkel szemben, Underworld a falon, mellette pedig Urikem következik, majd jön Zsófesz bent a falon mellette, Zsófesz mellett ott van Zalai srác, Universal Boy sokkal kellemesebb helyzetben, mint ahogy volt 3 héttel ezelőtt, akkor ilyen nagyon jó hajrával tudott feljönni a dobogósok közé. Wasserfall, Üget, Universal Boy balján a falon, aztán jön a legnagyobb favorit Velencer, kívülről Velencer hátán pedig Ügyeske. Tehát a két favorit egymás mögött, azon nagyon sokan vannak még előttük, akkor amikor egy kör van még hátra 1200 méter a futamon, és egy kicsit ilyen álmoskás a verseny egyelőre. A tempó azért jó közepesnek mondható, de különösebb változáson nem nagyon lehet beszámolni. A sor elején Apollo Creed, a sor végén pedig változatlanul Vitya, akkor amikor egy újabb kanyarban most már a csapat, és támadás továbbra sincs. Apollo Creed, Urikem, Underworld, az első három, Zsófesz és Zalai srác alkotja a negyedik és ötödik helyezettet a futamban, majd jön Universal Boy mögött Velencer mögött pedig kívülről Ügyeske, ugyanez a helyzet a falon pedig ugye Wasserfall, Winner Boy és Vitya sorrendet eredményez. Hát lassacskán most már azért el kell, hogy induljanak néhányan, hiszen jön a verseny utolsó 700 méterre, el is indulnak, úgy látom, Urikem indítja meg az első támadást, és ezzel együtt gyakorlatilag szinte mindenki robbantani próbál, elindul Zsófesz, elindul Universal Boy, Velencerrel és Ügyeskével is most már megnyitják a hajrát, hogy komoly változások várhatóak a frontban. Zsófesz harmadik spurban próbál előzni, de megtört a lendülete, Urikemmel is ugyanez a helyzet, és ezáltal azért igencsak feltarthatják a mögöttük érkezőket. Apollo Creed mögött Underworldot is bíztatni kell. Negyedik, ötödik spurban kell majd jönni annak, aki meg szeretné nyerni ezt a versenyt, és jönnek is, jön Universalból, jön Velencer, Ügyeske is próbálkozik, azonban Apollo Creed egyelőre hősiesen védekezik. Az utolsó 150-en Universalból lendülete jónak tűnik, Zsófesz is próbál elindulni, Velencer is most már bejelentkezik a győzelem. 50 méterrel a célt, Velencer egyértelműen vezet, Zsófesz azonban visszatámad neki, Velencer azonban erősebb, Velencer megnyeri a futamot, Zsófesz mögött a falon, Apollo Creed megtartja a harmadik helyezését, Ügyeske, Universal Boy, Vitya, Underworld, aztán pedig Urikem, Winner Boy, Zalai srác és Wasserfall.